A nyíregyháziak vese és az UVS együttműködésének eredményeként már több neves vízilabdázó ellátogatott a megyeszékhelyre, hogy egy élménybeszámolóval inspirálja fiatal pólósokat. A példaképek közelről program keretében legutóbb az újpestiek két fiatal tehetsége, Korényi Balázs és Barics Bence, valamint a csapat vezetőedzője Vince Balázs volt a vendég. Utóbbi elmondta, hogy miért ajánlja a sportágat a fiataloknak. Épp testben, épp lélek, a vízilabdásokról azért tudva lelő, hogy elég komolyan tanulnak, a továbbtanulást sem vetik meg, úgyhogy ez a szülők szempontjából, mert ugye gyerekkorban a szülő sportol, amíg napi szinten viszi a gyereket, aztán van egy pillanat 12-14 éves kor környékén, amikor a gyerekek rákattannak egy adott sportágra, vagy véglegesen elengedik, úgyhogy mindenképpen azt mondanám, hogy ez egy jó életút, egy jó életpálya modell, nem feltétlenül mindenki jut el válogatottságig, vagy olimpiai bajnoki címig, de ha vízilabdázni kezd valaki, akkor ott van az esélye, hogy olimpiai bajnok lehessen. Vince Balázs három olimpián szerepelt, 1988-ban Szöulban az ötödik, 1992-ben Barcelonában a hatodik, 1996-ban Atlantában pedig a negyedik helyen végzett a válogatott. A szakember Tokióban ennél jobb szereplést vár a férfiaktól és a nőktől is. Amit várok, az mind a két csapat esetében érem, minél fényesebb, annál jobb értelemszerűen. Talán a női vonalon az Egyesült Államok nagyon kiemelkedik a mezőnyből, de ha van valaki, akkor az a Bíró Attila által vezetett magyar válogatott, aki esetleg megverheti őket. A fiúknál ott 6-8 csapat szinte azonos játékerőt képvisel, ebben maximálisan benne van a magyar, sőt inkább azt gondolom, hogy a magyar egy kicsit fölfelé lóg ki, más csapatokkal együtt, tán az olasszal, a szerbel. Mint Kántor Gábor, az akvese edzője elmondta, a gyerekek számára nagyon motiváló, hogy testközelből láthatják a sportág legendáit. Nagyon szeretjük ezt a programot, igazi legendák jönnek el Nyíregyházára, és találkozhatnak a nyíregyházi pólósokkal. Felszoktunk töltekezni ilyenkor sztorikkal, történetekkel és különös sorsokkal. Nagyon inspiráló egyébként a gyerekeknek ez. A legkisebbek is élvezik ezeket a programokat, és úgy veszük észre, hogy szeptemberben mindig többen szoktak jelentkezni vízilabdázni a program sikere okán. A rendezvénynek a Sóstói strand adott otthont, mivel a gyerekek a hagyományos nyári úszótáborban töltik napjaikat. Az edzések július végén kezdődnek majd el a városi úszodában.